1982-ben a tavaszi lipcsei vásáron mutatkozott be az NDK-beli Forsyth kombinált zingvici gyárának új terméke, az E514-es kombájn, amely egyfajta átmenetet képzett az E512-es és E516-os modellek között. Alapvetően követte az E512-es felépítését, inkább annak továbbfejlesztéseként tekinthettünk rá, semmint teljesen új konstrukcióra. Viszont bármennyire is azonos sok tekintetben az E512-es kombájnnal, de a külső megjelenésében főleg szemből a nagy testvérre hasonlít. Több bevált megoldást átvettek az E516-osról, amely javította a munkaminőségét és növelte a teljesítményét. A vágószerkezet kialakítása nem sokban különbözött az E512-esnél alkalmazottól, viszont itt már a motorla függőleges állítása mellett vízszintes irányban is hidraulikusan lehetett beállítani. Újdonság volt a vágószerkezethez külön rendelhető gyári repcetoldat és oldalkasza megjelenése is. A különböző iparnövények betakarítására szolgáló adapterek választékából nem volt hiány. Kukorica és napraforgó betakarításhoz egyaránt magyar adaptereket kínáltak hozzá, előbbit 4-5, még utóbbit 8 soros kivitelben. A láncos kaparóléces ferde felhordó és a 8 verőléces 1278 mm széles 600 mm átmérőjű cséplődob maradt a régi, viszont ennek munkáját 8 lapátos lemezes utóverő egészítette ki. A betakarító, cséplő leválasztó rendszer másodpercek alatt történő leállítását a vezetőfülkében egy biztonsági gyors leállító pedálos kapcsoló biztosította, melyet a nagy testvér E516-osról örökölt. A 4 szalmarázó láda az E512-ből maradt meg, viszont az állítható zsalus felső rostából és alsó cserélhető síkrostából álló rostarendszer felülete kicsivel több, mint fél négyzetméterrel nőtt. A betakarítógép egyik leggyengébb pontja, a 4-hengeres IFA dízelmotorja sajnos maradt a régi, bár 10 lóerővel erősebb lett. A nyugati és skandináv országokba szánt gazdagabban felszerelt kivitelekben turbofeltöltéses, 6-hengeres, 125 lóerő teljesítményű Perkins dízelmotor szolgált erőforrásul. Járószerkezet hajtása megegyezett az 512-es típuséval. A motortól égszíjas áttételen keresztül érkezett a nyomaték, és itt is mechanikus rendszerű váltóműve 3 előre és 1 hátrameneti fokozatot biztosított, fokozaton belül pedig a sebességváltoztatást hidraulikus vezérlésű égszíjas variátor segítségével végezhettük. A magtartály kapacitását 1300 literrel növelték, és külön rendelésre térfogatnövelővel, illetve tetővel is felszerelték. További módosítás volt, hogy a magtartály már rendelkezett egy láncos, kaparóléces rendszerű ürítőcsigát tehermentesítő egységgel, ami a termény boltozódását, torlódását akadályozta meg. A kombány vezetőfülkéjének kezelőrendszere ergonómiája már köszönő viszonyban sem volt az elődnek számító E512-esével. A műszerfal teljesen új volt, és Forsyth kombányban itt találkozhattunk először dönthető kormányoszloppal is. A vezetőülés már kényelmesebb, rugózott, állítható, művemárkájú ülés volt. Egyes nyugati és skandináv országokba alapkivitelben légkondicionálóval szállították, de elérhető volt vezetőfülke nélküli, napfénytetővel ellátott kivitel is. A berlini fal leomlásáig összesen 11.926 darab E514-es hagyta el a gyár kapuját, majd a német egyesítést követően a kombánygyár MDV Médrese Werke GmbH néven önállóan folytatta pályafutását. Az E514 felfrissítésre került, és sötétkék-fehér színkombinációban Ertemeister márka névvel többféle felszereltségben folytatódott gyártása 1991-től egészen 1996-ig. Ebben az időszakban 885 darab 514-es, majd a korszerűsítést követően 515 típusjelzéssel 1999-ig újabb 150 darab kombány készült. Az ezredfordulóval viszont végleg leköszönt a konstrukció.